Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok, akik a mai napon velem vannak. Ficsor Zoltán, azaz Fifika. Ivko Krisztián, alias Mujó. Alok Dávid, alias Bleki. Ilyenek is vannak. Mindenféle celeb a körünkben. Üdv újra itt, Bleki. Szép jó estét mindenkinek. Nem tudom, kezdjük-e azzal, hogy mi volt veled az elmúlt egy évben, vagy menjünk a témákra, és aztán majd valahogy rásodródunk a te dolgodra is. Ráérünk ezzel a végén bohóckodni. Szerintem van éppen elég szaftos témánk itt a mai estére, ahogy elnézem. Abban reménykedsz, hogy kimaradsz a szórásból, de szerintem lesz idő rá. Na, kezdjük akkor megint, ahogy szoktuk. Jövünk Magyarország felé, megint egy érdekes cikk. Régóta kutatják ugye, hogy ártalmas-e az e-cigaretta és azoknak az alapanyaga. mnvpers.com-on megjelent egy írás ezzel kapcsolatban, mindenféle hárombetűs rövidítés van itt, EPA, FDA, akik vizsgálták egyáltalán, hogy maga a kilélegzett gőz, illetve az alapanyagok ártalmasak-e a szervezetre, vagy ártalmasak-e a gyermekekre. Nem tudom, néztétek-e? Igen. Annyit tegyünk még hozzá a dologhoz, hogy az EPA-t azt nem annyira hallottuk még, az FDA-t igen, ugye az élelmiszeripari, az amerikai élelmiszerügyi intézet. Az EPA az az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala. Igen. Csak hogy képben legyen mindenki. És még annyit tegyünk hozzá, hogy ez a propilén glikolra korlátozódik a történet. Igen. És azt ugye ez most divatos ezeket vizsgálgatni, de ahogy én megolvastam a cikket, elég régóta vizsgálják a szervezetre gyakorolt hatását, gyakorlatilag már több mint 50 éve, 1950-ben helyezték ugye forgalomba, és kórházi használatra is használták ezeket, és utána kezdték el vizsgálni állatokon, illetve az alkalmazásai arányait is vizsgálni. Kórházi légfertőtlenítőként a karrierjét. Valószínű egyébként vívőanyagként használtak, nyilván magában a propilenglikol nem fertőtlenítő hatású. Igen. Meg hát nem is ez, de a propilenglikol az igazándiból mindenben benne van. Tehát ez egy teljesen általánosan és elterjedten használt adalékanyag kozmetikai és élelmiszeripari termékeknél, tehát jóformán tonnaszám kenjük magunkra és tesszük a bendőnkbe évek óta. Csak nem tudjuk. Mi igen? Hát mi tudjuk, de nagyrészt ez nincs ráírva. Hát vagy ha rá is van írva, akkor valószínűleg ilyen szódium laurett szulfát és egyéb mások mellé valahol jó messze latinul, apró betűvel minden fogkrémen vagy testápolón, és valahogy úgy vettem észre, hogy az embereknek nagyjából a 95%-ra magasról tesz arra, hogy mi van rá firkantva egy-egy ilyen termékre. Teljesen mindegy, hogy ez egy kozmetikum vagy egy csokoládé. Valószínűleg tartom egyébként így elolvasva a lila csomagolású, rendkívül alpesi tej formájú, vagy alpesi tej forrásúnak megjelölt csokoládét, hogy az is akkor látott alpesi tejet, amikor én a halálcsillagot. Pedig erre nagy az esély. És ugye Igen? Nem, a Nightsonnak is 100 a vége, hogy itt kifejezetten gyerekosztályokon és a gyerekekre gyakorolt káros hatással foglalkozik a cikk, aminek ugye az összegzés az, hogy nem igazán tudták kimutatni ennek a káros hatását. Ezzel szemben mondjuk ott van az én roppantú kedvelt FDA, mint szervezet, akinek mindig van valami agymenése. A legutolsót azt épp a mai nap publikálták a Huffington Post oldalán. Már a cím is elég hangzatos, ez a nem annyira biztonságos az e-cigaretta, mint azt te gondolnád. És ez egy tovább közölt cikk, változtatás nélkül tovább közölt cikk. Ez a Reutersben jelent meg, ha jól olvastam, és megint kitérnek a szokásos kényelmesen idézhető marketing bullshitre, amit az FDA már olyan sokszor a szánkba rágott, vagy amit már podcastekkel ezelőtt is, ugye a videót is belinkeltük, hogy ők milyen friss vizsgálatokkal példálóznak, és jönnek az olyan dolgokkal, hogy minden, tehát ezek a mondatok kikészítenek, ez a minden együtt arra utal, hogy több esetben történt, ... Ja, kicsit hadilábon állnak az okokozattal az FDA-nál. Nekem az a fura az FDA-ban még, hogy ugye ez egy viszonylag nagy intézmény, de a jobb kéz nem tudja, hogy mit csinál a bal, mert ez ugyanaz az FDA, aki pár hónappal ezelőtt tártkarokkal fogadta Farsalinos dokit kint az államokba, és kérte föl, hogy adja elő az ellikvidekkel és az elcégikkel kapcsolatban a megfigyeléseit és a kutatási eredményeit, hogy jó döntést hozhassanak a szabályozás esetében. De hát nagy intézmény, úgyhogy sok hülye megfér a néhány okos mellett simán. És érdekes, mikor én FDA-t látok, akkor ott mindig előkerül egy dollárjel, meg utána nagyon sok nulla. Igen, azt az X-et, a fizetett hirdetést, azt így elfelejtik az FDA-s cikkekhez berakni, mert hogy biztos, hogy valaki pénzeli ezeket a dolgokat. És mindig azt látom, hogy olyan dologgal támadnak, hogy például azt mondja, hogy nem támasztja semmi alá, illetve hiányoznak végleges adatok, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy az e-cigaretta használata megkönnyíti mondjuk a dohányzásról való leszokást. Ezt mondjuk Priscilla Callahan mondta, doktornő, illetve hát egy orvosi folyóiratban még erről cikket is közölt, és ez az a mondat, amit sehogy nem tudsz megfogni, mert hát valóban nincsen végleges adat, de amiről múltkor is beszéltünk, hogy mi a végleges adat, egy 2 éves vizsgálat, egy 50 éves vizsgálat, milyen csoport, milyen korosztály, és a többi, és a többi. Hát ez a megfoghatatlan bullshit, időhúzós, csúsztatós érvelés. Ja. Vegyük már ide, mert hogy annyira jó passzol ide ez a cikk, ott a sor közepén több volt a fokrémérgezés, mint az e-liquid. Igen. Mérgezés. Pontosan maga a cikk is egyébként ezzel foglalkozik, hogy a New York Times-ban megjelenő cikkek milyen szépen épülnek egymásra e-cigi fronton, és 20 000 tehát ez elképesztő. 365 e-liquid mérgezés az már bűncselekmény, de a 20 000 mérgezett, fokrémmel mérgezett embert meg se említik. Tehát elképesztő, hogy a hangsúlyok hova esnek az e-cigarettával szemben. Arra azért érdemes kitérni, hogy például a Huffington Postos cikk, az kitér, nem nagyon szoktam én ezt látni így, de direkt megemlíti ezt a Made in China vonalat. És hogy ott ez tulajdonképp ugye mindenki tudja, hogy ez onnan jött, onnan kezdett el befutni, most pár éve éli virágkorát az amerikai kontinensen is, és jönnek a felrobbant a számban, felmelegszik használatban, vagy használat közben, megváltoztatja az ízlelő bimbom érzékenységét. Azt mondja, közelmúltban rájöttem, hogy mitől színeződött el az ízlelőbimbom. Tehát ilyen abszolút, na jó, megint arra jó, hogy egy vérnyomásmérőt kéne ilyenkor rám tenni, hogy tényleg lássam, hogy mi történt, mert hogy... Vannak kicsit följebb ebben a cikkben ilyen légzőszervi tünetekkel foglalkozó, harmadkézből származó kis tanúvallomások, ami szintén hasonló komoly kaliberű megemlékezéseket tesz az elektromos cigaretta gőzével kapcsolatban, mint a 4 éves gyerek, aki egyik napra a másikra rekett hangon szólalt meg, és azóta is így beszél, amióta ez a gőz a lakásban van. Ja, igen, mert furának tartom. Ja, ez igen? Az, amikor hogy a férfi leszokott, és hogy az autóban is ezt gőzölögte, meg otthon is, és akkor utána jött ez a gyerekes rész, igen. Meg hogy, hát ez óriási volt, hogy a kocsiban szívja, és azon kapta magát az ember mellette, vagyis hát a felesége, ha jól olvasom, várjátok egy picit, hogy igen, óriási, szédültem, elkezdtem könnyezni, heves szívverés, azért, mert a kocsiban ültem, és mellettem pöfékeltek. Ott az óriási. És a 4 éves gyerek, akinek tönkrette a hangszálait. Nagyon nagy. Mary Kate Ashley Olsenből így lesz Horváth Charlie. Egész egyszerűen egy kis ellikvidre van szükség, és egy megfelelő készülékre. Hihetetlen. Szóval ez Amerika, gyerekek. Nem lehet, ha nem lenne, fel kéne találni. Kész. Olcsóbb, mint a jég dupla viszkivel. Persze, mindig ezeket a baromságokat húzzák elő a fiókból, mert itt például megemlíthetnék, hogy megint Farsalinos dokit lengessem zászlóként a fejem fölött, megemlíthetnék az ő megfigyeléseit és kutatásait, amikor hónapokig tartó szövettani vizsgálatokkal nézegette, hogy igazából semmiféle elváltozást nem okoz a történet. De ezeket valamiért sosem emlegetik. Lesz majd szerintem még, mert annyi link van már a show notes-ban, hogy már jó magam sem emlékszem rá, de én találtam egy cikket, ahol éppen Fifikával beszéltük itt a podcast előtt, hogy végre nem csak bullshit volt benne, hanem számok is, majd arra kitérünk, mert nagyon érdekes dolgok vannak benne. Előtte viszont, már hogyha az előbb szóba került az FDA, akkor én itt átkötnék erre az egész gyógyszeriparos történetre. Van egy magyar link, DeresTV, hát óriási, Ludasmati, 3-szor verik engem vissza. Van egy cikk, amiben egy világcégnek az egykori vezérigazgatója nyilatkozik, és én az az igazság, hogy vadáztam ezt a könyvet, de e-bookban sehol nem találtam meg, úgyhogy ezúton is kérem, hogyha valaki hallgat esetleg minket, és tud valami forrást ehhez, akkor írja már be, vagy keressen meg minket. Ez az úriember John Virapen lenne, ha jól olvasom, és a Mellékhatás halál című könyvében taglalja ezt az egész folyamatot, hogy veszik rá az orvosokat, a gyógyszergyárak, hogy az ő termékeiket írják föl, hogyan vesztegetik meg utazásokkal, és ugye ezt az ember nagyon frankon el is tudja képzelni, hiszen nem is olyan régen, 1-2-3 éve volt már ilyenből hatalmas balhé itthon is, hogy Kajmán-szigetekre, vagy mit tudom is én, hova utaztattak orvosokat, és gyakorlatilag ott valami, hogy mondják ezt, valami prezentációs szakmai továbbképzés volt, ami gyakorlatilag csak erről szól, mint amiről itt az ember is beszél. Nem tudom, hogy ő egyébként éle még vagy sem, ezek után, hogy így kitálalt. Érdekes dolgokat feszeget ebben a mintegy 1,5 oldalnyi cikkben is, úgyhogy ezért érdekelne engem a könyv. És sajnos nem találom. Ha jól emlékszem egyébként, akkor ez most volt nemrég, és a Sessel szigeteken volt WHO konferencia, ami címzetes oszlopos szócskánk is részt vett, és hazajött Nagybarnán. Ki az a szócska? Biztos nagy szakember lehet. Lehet-e? Meghívták. Már el is felejtettem. Ezek után, ne viccelj. Ugye a cikk az konkrétan megemlíti az Eli Lillyt, amelyik a Fortune 500 listáján a 35. helyen van, és Magyarországon is jelen van, de egyébként tök mindegy, tehát szinte bármelyik külföldi nagy gyógyszercéget meg lehetne említeni. Ugye én az egészségügyben dolgozom, és nap mint nap látom ezeket a továbbképzésnek átszázott egészen jó helyek. Tehát érdekes, hogy egy konferenciát, vagy egy szakmai tanfolyamot innen csak 3000 kilométerre lehet megtartani. Hát... Ott adottak a körülmények, na most ne legyünk gonoszak. Afrikai szafarin, hogy ne. Csak ott fértek el ennyien, ilyen egyszerű. Igen. Ez az. Egyébként itt a gyógyszeripari bűnözés, meg amit az első pár percben beszélgettünk, egy nagyon jó infografikát találtam erre, ami, hát most nem tudom eldönteni, promó-e vagy sem, de gyakorlatilag szerintem még talán irreleváns is lehet a kérdéskör tekintetében. Azt írja le, azt mutatja egy infografika keretében, hogy tulajdonképpen mit is tartalmaz az az ellikvid, amit minden nap szívunk. És nem túl bonyolult, mert összesen 3 darab szám van a flakonban. És ami még jobban tetszik, hogy ott vannak alatta felsorolva még azok a zöldségek, amik ugyanúgy nikotint tartalmaznak, és Fifika, te szereted mindig mondani a paradicsomot. 43 nanogram per gram. De én akkor azt mondom neked, hogy ugye a burgonya meg a karfiolaba kevesebb van, de ott van, mi ez a padlizsán, csúnya, ez az padlizsán. Padlizsánban 100 nanogram. Na, hát szóval nem kell itt messzire menni. Dolgozom a szárított paradicsomos fokhagymás likviden, tehát senkinek ne legyenek kétségeim. Nyáron szerintem tök jó lesz, a szúnyogok nem fognak támadni. Volt egy hasonló infografika, már megpróbálom megkeresni, ott konkrétan ezt a három e-likvid összetevőt tették oda a... Nem jut eszembe a gyógyszeripari cég, de legalább nem is reklámozzuk, a nikotinos inhalátoros leszoktató legújabb szuper csodaszerűk, amiben ott volt baloldalt az infografikán a három darab összetevője a Jaj, várjál, erről szerintem múltkor beszéltünk. Meg a 15, Isten tudja micsoda az inhalátorba. Valami rémlik ezzel az inhalátorral kapcsolatban. És valami a neve is ilyesmi volt, hogy az konkrétan valami inhalátor volt, igen. Vagy turbuhaler, vagy én nem tehát tudom. Ha nem hővel és nem glikollal állítod elő a füstöt, akkor az szerintem csak sokkal durvább anyagokkal fog menni, legalábbis érzetre ezt beállítani. Tehát ez a gyerekkoromban emlékszem rá, volt ilyen mentolos szipka. Hát nem igen. Tudom, valakinek járt a igen, szájába. Igen. Valamelyik héten a Tesco-ban szembe jött velem a pénztár mellett. És cigaretta alakú, és gyakorlatilag annyi a különbség, hogy ennek most nem ilyen piros csillámporos vége van. Na, ennyit. Egyébként én azt gondolom, hogy az uniós szabályozásra készülnek elő a gyártók, és kifuttatják azokat a termékeket, ugye ez tiltott lesz. Tehát senkibe ne támasz, vagy ne legyen kétség. A cigaretta alakú, ilyen mentolos szopókák, ezek tiltottak lesznek. Tehát még golyóstólba se lesz cigaretta alakú. És most futtatják ki ezeket a termékeket. Óriási veszteség ez mindannyian. De hogyha már a tiltásról van szó, akkor megint az egyik kedvenc témám, és szintúgy benne lesz majd a link ajánlóban. Találtam egy cikket, hogy hogyan lehet lopakodó üzemmódban cigarettázni. Már múltkor beszéltünk mindenféle technikákról. E-cigarettázni. Mit mondtam? Hogy lopakodó üzemmódban cigarettázni. Ajjajjajjaj, hibára halmozok. Nem erre gondoltam. Nem erre gondoltam. Aki ott hagyja a módját, az megbukik állandóan. Ugye alapból az lenne normális, hogy ha már valakit zavar a környezetünkben, akkor viselkedjünk úgy, mintha dohányosok lennénk, és járjunk félre. Ezt én mondjuk annyira nem... Azt hittem arra gondolsz, hogy dobáljunk el csíket. És legyen büdös a szánk. Nem. Nagyon jó pofa dolgok vannak ebben a cikkben, és rögtön kezdi azzal, hogy használjunk kisebb eszközt, kisebb a teljesítménye, kisebb lesz a füst, nem lesz annyira zavaró. De ott van, azt mondja, hogy csökkentse a feszültség vagy a teljesítménybeállításokat. Ez is nagyon jó ötlet lehet. Tök jó lenne, hogyha lenne olyan készülék, aminél egy memória funkciója lenne, és akkor lenne egy ilyen otthoni pöfékelős üzemmód, meg egy munkahelyben pöfékelős üzemmód, és meg tudná jegyeznie ezt az értéket. De ott volt felsorolva például a PG, mint egyik összetevő, ugye? Próbáljuk meg magasabb PG százalékú likviddel a történetet, hiszen nem a PG fog nekünk látványos pamacsokat eregetni, hanem a VG az, ami ezt elő fogja idézni. És itt van még 3 pont, ezek már ilyen technikai részletek. Tartsd lent a gőzt hosszabban, lélegezz ki lassabban, és van még egy, azt mondja, hogy hát ez a diszkrét kilégzés, ez nekem ez egy olyan fura, hogy tedd a szád elé a kezed, meg fújt, mit tudom is én át, egy zsebkendő. Kihúzod a pólónyakat, és befújod a melszőrödre. Hát ez úgy elsiklottam ezek felett, de hát ami a cikk után jön itt, a kreatív eszközökbe, hát itt az emberi találékonyság határtalan, tehát itt majd lehet látni, nem tudom, megkattintottátok-e, itt van kávéspohárban evik, van táblafelíró filctolban cigaretta, van energiaitalos dobozban, cukorkás dobozban, hát a telefonos kiegészítő az annyira nem nagy truváj szerintem, de itt egy másik link, nem is tudom, Alibaba vagy hol a túróban, valami kínai webshopban, még választhatsz is, hogy kólás dobozt szeretné, vagy energiaitalos dobozt, óriási. Óriási. De mekkora akkumulátorok férhetnének egy ilyen eszközbe? Tehát azért ne vessük el ezt a dolgot, mert hogyha a mostani tendenciát nézzük, akkor ugye most nő az átmérő, 28-650. 26-650, igen. 26-650, akkor mit tudom én, már egy ilyen 76-650 az már pohár méret lesz. Tehát. De most az aksikkal csak föl tudod az agyamat vágni, mert én azóta is küzdelemben vagyok a kínaival, hogy ugyanhol keveredtek el az aksiaim, és legyek türelemmel, de elrontotta és pótolni fogja, úgyhogy én még csak nézem a HD-t, a Gergő már használja is. Na de ez elkanyarodás volt a témától. Melyikkel folytassuk? Volt itt valaki, beírt egyébként egy ilyet, ez engem érdekelne, hogy akarsz e-cigi boltban dolgozni? Ez egy jó kérdés. Nem én voltam. Szintén nem. Tehát akkor Fifiga csak te lehettél. Igen, mert hogy egyre több ilyen megkeresés érkezik. Egyszer már ezt kitárgyaltuk szerintem egy konkrét eset kapcsán, de külföldön egyre több ilyen megkeresés érkezik. Ezek az úgynevezett MLM rendszerben terjeszkedő e-cigaretta árusító, nem is tudom. Minek nevezzük ezt, mert ez ugye nem üzlet, ez egy piramis játék. Igen. Gyakorlatilag, és valami eszméletlen módon kezdett el ez világméretű terjedésbe. Egyébként általában, ha megfigyelitek, ez szokott lenni a nyitánya a hivatalos terjeszkedésnek. Tehát nekem az a nagy veszőparipám, hogy itt az e-cigaretta akkor lesz népszerű, és akkor nem fogunk New York Times cikkeket olvasni, amikor a gyógyszer és a dohányipar beszáll a bizniszbe. Ez szinte biztos. Ami viszont azt illeti, ez az e-cigi boltban dolgozós történet magyar vetületben, ha megnézitek, és így a fórum közösségét nagyjából ismeritek, látjátok azért, hogy többen vannak ott, akik elektromos cigaretta fórum látogatók voltak, és később lettek adott shopoknál ugye alkalmazottak. Ott van például a Snoopy nevű kolléga, aki, ha jól tudom, akkor az Egyesült Királyságban erősíti az egyik shopnak a csapatát. Ott van például Vaszi, a nagy modder, aki szintén. De hogy őszinte legyek, én ennek örülök. Mert megmondom őszintén, abban a státuszban, amiben én vagyok, mondjuk úgy, hogy valamilyen szinten egy kicsit ismert, időnként kapok én is megkereséseket shopoktól. Van, aki csak annyival, hogy te figyelj, haver, nyitottunk egy boltocskát, de itt-ott nem nagyon vagyunk képben, mi lenne, hogyha tartana nekünk egy gyors talpalót? És hát erre vagy igent mondok, vagy nem, nyilván. Szerencsére volt itt egy helyi, a városkámban egy kis boltocska, aki nyitott, őket nagyjából elláttam jó tanácsokkal. Úgyhogy jobban tudom támogatni az olyan kezdeményezést, amikor vépereket kérnek fel, mert aki aktívan csinálja ezt, akár csak hónapok óta, egy utcáról betévedőnek sokkal hatékonyabb tanácsot tud adni abban, hogy mivel kéne elkezdeni egyáltalán az átállást, hogy ugye le tudja tenni a kis rákot okozó analógiát. Tehát itthon nagyjából így néz ki a dolog, és azt kell mondjam, hogy én ennek a gondolatnak örülök. Mindig jobb egyébként, mint amit talán valamikor az első podcastekben esett róla szó. Már a bolt nevére nem is emlékszem, lehet, hogy Blacky nem is hallgatta azt az adást, hogyha volt ilyen botor, hogy kihagyta, vagy nem iratkozott fel rá, na mindegy. Hogy például a pólusban is vannak ezek a mozgó konténerek, hát nem ez az asztal, és akkor tudjátok, minden nap kipakolnak reggel este, meg bepakolnak, és hát úgy érdekesség szinten oda mentem, hogy mégis mit tud nekem mutatni a kislány, mert egy szerintem 20 éveske lány volt ott, és pont ott volt egy vásárló, akinek beüzemelte ott nagy nehézségek árán a Helixét, és én egyből rosszul lettem. Megtöltötte neki folyadékkal, megmutatta, hogy kell bekapcsolni, itt van, izzítsál rá, és már szívja a faszi. Nézi, hogy miért nem, azt mondja, olyan fura az íze, nem, majd megjön az íze, majd megjön, szívjad jó, mégis. Istenem. És csórikám, csak izzít, na azt utána már egy kicsi valami elkezdett ott jönni. Nem mondom, ez pont elég volt arra, hogy megégesd az üvegszáladat, meg a varniscsövet, úgyhogy na hát ilyen szakmai kvalitású emberek vannak sajnos nagyon sok-sok boltban, és ennél mindenképpen jobb az ez a... Az az igazság egyébként, hogy én két részre osztanám a shoppokat, és valamilyen szinten én mondjuk a Blackinek igazat adok, és nem is. Ugye az egyik shop az, aki mondjuk érti is azt, amit csinál. A másik pedig csak a pénzt látja ebbe az egész dologba. Amiről mi beszéltünk, ez a akarsz elcigi boltban dolgozni, ez az MLM rendszerű elcigi árusítás. Tehát amikor iszonyat drágán akarnak egy formatervezett egót rátsózni, nem is tudom, néztük valami 20-valahány ezer forint a belépő szintű egószet, de ez a világ legjobbja, és ez fú, és izé, és ez aztán minden. És a szarkínai az nem, mert ez az EU-s tervezés, meg gyártás, meg minden, itt az utolsó szögig biológiailag tesztelt, meg amit el tudsz képzelni. Voltak azért, még ott azért szebb szavak is, erőltesd meg magad. Fú, nem tudom, én arra nem emlékszem, azt te vagy Krisztián PC-ztek ki a... Fú, nagyon durva volt. Azóta próbálom elfelejteni, úgyhogy nem szeretném újra fölidézni. Légy szíves? Nem akarom. De? Nem akarom, anyu! Nem, tényleg nem tudom. Tehát ott volt... Ott... Bináris mi volt az, basszus? Az! Krisztián, hagyd abba! Ez fáj! De most nem jut eszembe a végén. Hála Istennek! Nekem meg ez fáj. Menjünk tovább, következő téma. Hú, de kár, hogy erről lemaradtam. Pedig azt hittem, hogy az ultrahangos vibrációs mező és a mikroprocesszor vezérelte porlasztásnál nem lehet rosszabb. Ezt javaslom neked, hogy ha nem is hallgatod meg, de a link az... Legalább a link az előző podcastek valamelyikénél föl van tüntetve, és fú, gyönyörű. Tehát én ebben, ennek látom a veszélyét, nem... Ennek nincs veszélye szerintem. Néhány hülye beleugrik, és aztán vagy tanul a saját kárán, vagy kicsit okosabb a másén, de engem jobban érdekel az a téma. Nincs igazad, mert, és aztán mehetünk tovább, mert ennek pontosan az a veszélye, hogy valakit egy kurva drága, és egyébként lehet, hogy használhatatlan készletre rábeszélnek, és egy életre elveszik a kedvét attól, hogy elcigarettázzon. Ennek ez a legnagyobb veszélye. Érted? Én értem, csak ugye a shopposokat is meg lehet, ahogy te mondtad, kétféle oldalról közelíteni. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valakinek legyen egy vállalkozása, egy jó menő vállalkozása, nem fontos, sőt, nem kell, hogy értsen hozzá. Ha ő a pénzügyi vonallal és a marketing stratégiával tisztában van, akkor neki pont elég, hogyha föl tud építeni egy csapatot. Úgyis, ahogy a Blacky az előbb mondta, megkeres X embert, akik adott témában jók, azokat maga köré gyűjti, és akkor van egy jó prosperáló cége. Szerinted az a kislány, akivel te beszélgettél, az melyik kategória volt? Hát az a kategória volt, akihez azért mentek oda, mert hogy csinoska volt esetleg. Szabályterősítő kivétel. Igen. Szabályterősítő kivétel. De miért például Blacky, te elmennél dolgozni egy ilyen boltba? Nem akartam lelőni a poént, de tárgyalások folynak erről. Igen. A válaszom az határozott, igen. Elmennék dolgozni egy ilyen boltba, mert igazából mi az, ami jó lehet az ember életében, ha nem az, hogy a hobbiának él? Hát még az lehet jó, ha sok pénzt keres mellé. Jó. Oké. te nyertél. Mindegy, minden esetre ez egy hatalmas motiváció. És igen, folynak erről tárgyalások, hogy valami hasonló pályán helyezkedjen el. Nem félsz, hogy széttépnek a rajongók majd a boltba? Nem, hál' Istennek, ahová én készülök, ott nem ismernek. Szorítunk, mert attól szebb tényleg nem lehet, mint hogy az ember azt csinálja, amit szeret. Fogalmam nincs, hogy miről van szó, de azért is szépen lassan a morzsákból összeáll a kép. Akkor már, hogy már el is mondtad, igen. Na, menjünk tovább a következő pontra, és én megtaláltam azt, amit az előbb emlegettem itt, ezt a linket, hogy ugye lehetséges-e mindig erről beszélünk, hogy mik a határértékek, lehetséges-e túladagolni a nikotint, amit így beviszel a szervezetedbe, és a e-cigarettereviewed.com-on van egy kurva jó cikk, ami például rögtön ott kezdi, ahol, amit mi már megszoktunk, és itt túl is lehet lendülni, a toxikus dózisa a nikotinnak. Ezzel mindenki tisztában van, ilyeneket sokszor hallunk, viszont alatta 2-3 bekezdéssel azt mondja, fölteszi nekünk a kérdést, hogy na most akkor mennyit kéne nekünk ahhoz vépelni, hogy túladagoljuk magunkat. És kezd egy számítással, kezd egy értékkel, és azt mondja, hogy ha van neked egy adott erősségű, nikotin erősségű folyadékod, akkor csak a végét mondom, az körülbelül azt jelenti, hogy hol is volt az? 6070 slukkot kéne szívni egy órán belül, mert hát ugye itt a felezési idővel is számolni kell, nem lehet egy napon keresztül szívni, mert aztán maximum csak a fejünk fájdul meg. 6070 slukkot kéne szívni ahhoz, egy órán belül, hogy... 24-et ír a cikk, ne haragudj, hogy mennyi lejjebb egy kicsit? Tehát ott van, hogy... van egész pontosan, hogy a 4 mg koncentrációjú folyadékban 4000 mikrogram per liter ugye a gőz koncentráció, és az 10 perc, hogy nem, 5 perc alatt az 607-szer alacsonyabb, mint a halálos adag. Hogyha ezt 5 percig szívod ebben a koncentrációban. Igen, és ezért mondtam azt, hogy ott volt lejjebb 2 bekezdéssel, hogy azt igen. Mondja, percenként 100 sluk, amit tovább is fűznek, és azt mondják, hogy oké, legyen percenként 100 sluk, viszont állapítsuk már meg, hogy mennyi ideig tart egy sluk, és azt mondják, hogy oké, egy sluk átlagban körülbelül 4 másodperc, tehát kivitelezhetetlen a történet jelen számokkal. 24 órán keresztül kéne szívni egyébként, ahhoz, hogy a 6070 belélegzést meg tudjad valósítani. Úgy, hogy ezt a 4 másodperces lukkokkal szívott folyamatosan. Szerintem ott már a légszomtól szédülnél el. Én azt mondtam már máskor is, hogy az evikkel annak idején, amikor abbahagytam a cigarettát, és ráléptem csak az elektromosra, akkor nézegettem a napi sluk mennyiséget, és az olyan 860-70 sluk volt naponta. 12-es levessel indultam, azt hiszem. És végigmentem a nikotin megvonás összes tünetén ez mellettem. Akkor például te nagyon jó alany lennél a Farsalinos dokinak a legújabb kérdőívére. Költői volt az átkötés. Ó, de még milyen? Mert hogy ő most több mint, közel 19 000 felhasználóval töltette ki a kérdőívet, és azt... Velem is. Veled is. Na, benne leszel. Én ezt egy twitteres, pont Farsalinos Dokinak a Twitter csatornájára is föl vagyok iratkozva, és ott volt ez a szám, úgyhogy hamarosan kiértékelés. Nagyon várom, hogy milyen adatokkal fog szolgálni egyébként ez a kutatás, mert gondolom, hogy releváns adatokat fog közölni, és nem mindenféle olyan számot, amit jól mutat valamilyen kontextusban, de egyébként nem értelmezhetetlen számunkra. Nem erről híresek a Farsalinos féle kutatások, hogy ilyenek lennének-ja. Egyébként több ilyen kérdőéves kutatás folyik párhuzamosan, mert épp tegnap előtt töltöttem ki valamire, amit már hónapokkal ezelőtt kitöltöttem, most jött megint egy úgynevezett ellenőrző ív. Jó, amit svájci. Ugyanúgy... Igen. Aha, igen. Én is kaptam. Tehát több ilyen kutatás folyik, hála a jó Istennek, hogy foglalkoznak többen ezzel a dologgal. Én abban reménykedem egyébként, hogy ugye a Farsalinos mikor lesz Lengyelországban a nikotin világkonferencia? Június végén. Június végén. Szerintem addigra ezt ő össze fogja kalapálni, és ezt már föl akarja tenni a prezentációjába. Úgyhogy ebben reménykedem. Hát hajrá, Farsalinos doki. És akkor elérkeztünk egy olyan témához, ami engem nagyon érdekel, és az, aki beírta ide, gondolom ő is beleásta magát, úgyhogy kíváncsi lennék a véleményére is. Kifejtős beszélgetés következik. Gondolom hallottatok róla, vagy láttátok, nem sokkal ezelőtt készítettem egy kis leírást szubom tekerésekről. Ott lehetett látni, hogy mekkora áramokkal és milyen hatalmas veszteségekkel kell szembesülnie annak, aki egy óm alatt próbálkozik mechanikus móddal felújítható kazánt üzemeltetni. Elég érdekes számok jönnek ki, és baromira nem az, amit az ember vár. Sokszor szembesültem azzal, hogy mindenféle kiszámolják maguknak, hogy 8-10 ampereket fognak átküldeni rajta, nem számolnak a készülék ellenállással, és éppen ezért nem is azt kapják, amit várnak, mert nem számolnak a készülék veszteségével. Ugyanakkor ez elektronikával ellátott készülékek esetén nincs így, hiszen ott azért elég alacsony, szinte milliómos nagyságrendű átmeneti ellenállásokról van szó. Nincs ez a rengeteg csőcsatlakozás, minden forrasztva van, adott esetben vastag vezetékekkel, ami ilyen nagy wattszámú, nagy teljesítményű panelek esetén indokolt is. Egyre inkább azt látom, hogy tendálunk afelé, hogy a wattokat nyomjuk föl a csillagos égig. Kicsit lejjebb látok ilyet, hogy 120 wattos készülék. Ez azt hiszem az a hangyás történet, ugye? Valamilyen ENT. Zárójelben jegyezzük meg azért itt, említetted nagyon álhatatosan a mehamodokat, de szeretnék itt külön kitérni Inkvire és az ő kanossza járására, ami mondjuk pont nem egy meha volt, de ebből a szempontból ekvivalens a kettő egymással, hogy ugye nagyon szemet szúrt neki és problémázott rajta, hogy az új Typhoon mod nem azt adja, amit kéne, és hoppá, hát meglettek azok, amiket ő keresett, csak meg kellett takarítani a meneteket és csatlakozókat. Így van, tehát ez teljesen mindegy, milyen készülék, alapvetően a karbantartás, így vezetőképesség szempontjából elsődleges fontosságú, hogyha az ember magas wattszámokat és hát magas áramon akar üzemeltetni, bármiféle alacsony ellenállású tekerést. Ugye kijött a DNA 20, aztán kijött a DNA 30, és most a kínaiaktól látom, hogy mennek fölfelé és klónoznak. Itt konkrétan ezekre az SX chipsetes elektronikákra gondolok, ami már ilyen 30 wattokat tud, és szubohm tekeréseket is meghajt. Szerintem ők csak léptek, mert ez a 120 watt, amit például itt a Sónozban is említettünk, már egy pár szó esett róla, a Ripnek nem tudom, nézed a csatornáját, ő a mindenféle Clapton, Microcoil és az anyám kínja tudja milyen tekerések bajnoka is, és tekert olyanokat, amire azt mondta, hogy nem elég a DNA 30, nem elég, elővette a GI2-es micro SD kártyás, gyönyörű nagy kijelzős, 16:9-es háttérképes anyám kínja, képernyőkímélős módját, és az volt az a 120-as, vagy az csak 100 wattot tudod? Az 100-as, az csak 100-as. Az bagatell, tehát csak 100 watt, de de 40-en pirította, és azt mondta, hogy itt jó, itt megjöttek az ízek, és a gőz is tetszik. Szóval ez nem teljesen a Kína történet, de igen, sajnos én is látom, hogy igen. Igen, most a helyzet az, hogy ezek a 100-120 wattosak egyrészt drágák, másrészt nehéz őket beszerezni, viszont ezek a 30 wattos szubomot is meghajtó kínai chipsetek előbb-utóbb fel fognak kerülni olyan oldalakra, ahonnan egyébként is már elkezdtek sokan rendelgetni, és nem túl drágán árulnak mindenféle. Adott esetben vackot, sok esetben nem vackot, szóval a kínaiaknál a kereskedelmi morál miatt tartok egy picit, hogy olyan áron lesz elérhető, hogy sokak kedvet kapnak hozzá. DNA-nál is előfordul az, hogy az ember úgy viszi vissza a reklamációban a készüléket, vagy hát magát a panelt, hogy nem működik megfelelőképpen, és akkor bukik ki, hogy mi történik, vagy mi volt a hiba okozója, amikor megmutatja az akkumulátort, amivel megpróbált üzemeltetni, ami egy, 4500 mAh-ra címkézett Max Biaoyang, és önkor a kereskedő megfogja a fejét, és leszeretné tépni, és kidobni az ablakon. Igen? Azt egyébként én jó magam minden esetben erősen kihangsúlyozom, például mióta van DNA 30, és az Evolve is ajánlásokat tesz az aksira, nem játszunk akármivel. Tehát a 20 watt fölött már nem erősen, ott már azt mondják, hogy minőségi cella. Nálam a minőségi cella 20 watt fölött mindenképpen mondjuk egy VTC 4-es Sony, 30 amper áramkorláttal, vagy mondjuk egy 35 amperes Feszt. Ilyenek. Tehát, hogy aki nem sajnálja a pénzt mondjuk egy 40-50 ezer forintos DNA-ra, az ne a 2500-3000 forintos aksin kezdjen el garasoskodni. Igen, ezzel teljes mértékben egyetértek. A gond viszont az, hogy a vásárlói mentalitás az pontosan az ellenkezőjét mutatja. Ugye megvesszük az almás Nokiát 4 millióért, hogy aztán jailbreakeljük, hogy a tört programok fussanak rajta. Ugyanez a probléma áll fönn itt is. Én ettől félek egyébként, bent volt egy link, nem tudom, hogy ki találta, de... Ja nem, a fórumról szedtem, igen. Inkvi tette be, pont egy ilyen DNA-nak tűnő elektronika, egy alibabás linken. Erősen gondolkozom, hogy ezt a linket berakjuk egyébként, mert én nem szeretném bárkinek a testi épségét, vagy az egészségét veszélybe sodorni. Viszont itt van egy DNA-ra a megszólalásig hasonlító elektronika, és igazából nem írják, hogy mit tud. Azt mondják, hogy place of origin, Guangdong, igen. És semmit. Tudunk, itt látjuk, hogy ugye az eredeti az mondjuk DNA 20D mod. Ez DNA 20T mod. Ugyanúgy tudja a watt értékeket. Ugyanakkor a aksival működik, de semmi más nem írnak. És igen. Az a legegyszerűbb egyébként, tehát filérekért vesz az ember egy kijelzőt hozzá, ami olyan felbontással ugyanazokat mutatja, mint mondjuk egy minőségi DNA, csak aztán lehet, hogy mondjuk 1-2 hét múlva kiderül, hogy ez miért került annak a... Most megnézem, ez mennyibe kerül. Megtalálom. Hát az Alibabán konkrétan nem fogod. Ott igen, itt contact supplier van. Szóval más oldalon láttam én már árakat, nem Hanamodsz volt, hanem Anachmodsz, és $30-40 Tehát azon mindenki gondolkozzon el, hogyha lehetne olcsón, akkor biztos, hogy a kereskedő nem akarna 5-ször annyit keresni rajta, és eladna 20-ször annyit. Neki van egy előállítási költsége, annyi amennyi. Az alatt nem biztos, hogy rentábilis. Ott valamin spórolni kell. Ami mondjuk a kínaiak spórolnak a faszteken, meg mindenféle oldalon, a megmunkálási minőség. Na most egy ilyen elektronikánál hol lehet spórolni? És akkor mindenki gondolkozzon. Így van. Az alkatrészek minősége az abszolút nem mindegy. És akkor itt becsatlakozik megint az akkumulátor kérdése, mert megvesszük olcsón a nagy teljesítményű modot. Lehet, hogy ez egy 20 wattos kolón, de most ugye április van, és hát a fene tudja, hogy egy hónap múlva hol leszünk. Lehet, hogy a kínaiak addigra kidobnak egy 50 wattos klónt. nem sokkal drágábban. Valaki rácsap $50 megveszi, beletesz valami hasonló spórolós akkumulátort, aztán lehet, hogy egy pár nappal később azt olvassuk az újságban, hogy tragikus elektromos cigaretta baleset történt. Amit megint csak nem az elektromos cigaretta számlájára kellene írni, hanem a tudatlanság számlájára alapvetően. Ugyanúgy, mint annál a kocsmapult mögött felrobbant készüléknél, amiről a mai napig nem tudjuk, hogy elektromos cigaretta adásunk volt, nem ért véget. A beszélgetés további részét a weboldalon, vagy a podcastre feliratkozva tudod meghallgatni. A műsorban elhangzott linkek megtalálhatóak az adás oldalán, melynek címét a leírásban találod.